Jó estét kívánok! 1944-45 elén a magyar főváros hadszíntérré vált, és történetének mondhatjuk legnagyobb pusztítását szenvedt el. Budapest ostromának máig ható nyomait kutatjuk ezúttal, és nézzük, mi mindenről lesz szó még az M5 História mai adásában. A szovjet csapatok halálos ölelésében Budapest hadszíntérré válik. Élet a bekerített fővárosban, a polgári lakosság küzdelmei a túlélésért. Barátságos szovjetek és boldog felszabadulás, világháborús filmjeink harca a valóság ellen. Mi lett volna, ha Budapestet harc nélkül adják fel a védők? Másként ér véget számunkra a II. Világháború? És itt van velünk a stúdióban Máté Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnök helyettese. Jó estét kívánok ennek! Jó estét kívánok! Nos, 1944-45 történetét sokáig olyan szempontból problémás lehetett kutatni, hogy kicsit ideológiai színezetű volt a kutatás maga. Ugye a felszabadulás vagy nem felszabadulás és így tovább, helyre került-e minden már azóta, a rendszerváltoztatás óta eltelt, most már 32 évben? Azt mondanám, hogy a felszabadulás vagy megszállás vita az egyik legfontosabb vitánk volt, amire a kommunista diktatúra bukása után sor került. Én azt hiszem, hogy a mai napig vannak olyanok, akik védelmezik azt, hogy ez felszabadulás lett volna. Emlékezzünk az ezzel kapcsolatos szómágiára, hogy megszabadulás, ugye Márai nyomán. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény volt, hogy a két legnagyobb mítosszal, persze ellenmítosz is, és legnagyobb erővel is rendelkező hadsereg sajnos pont a mi fővárosunkban lépett színpadra. Na hát folytatjuk erről a beszélgetést, az egész 44-45-ös eseménysorról, de helyezkedjünk be most a korszakba, és nézzük, hogy mi történt Budapesten 1944. decemberében. Magyarország fővárosát Hitler 1944 végén erőddé nyilvánította. Amint egy 100 000 német és magyar katonának kellett volna megállítania a 160 000 fős szovjet előrenyomulást. Órákkal az ostromgyűrű bezárulása előtt a budapestiek még mit sem sejtve karácsonyi bevásárlásaikat intézték. A fokozódó bombázások után a világháborúnak már a negyedik évében járt az ország, amikor Budapest utcáin először megszólaltak a fegyverek. 1944. október 15-én, nyilas hatalom átvétel napján kisebb atrocitások már voltak a városban. Ilyen volt például a kormányzó helyettes elrablása az akkori eskütéren, ez a mostani március 15-i téren, illetve másnap hajnalban a várban a testőrségnek a körülbelül egy órás tűzharca a 20-szoros túlerében lévő németekkel szemben. Ma Stollár Béla nevét viseli a nyugati pályaudvar közelében álló utca. Itt december 25-én már 23-an vesztették életüket, amikor rajta ütöttek a tartalékos főhadnagy vezette ellenálló csoporton. Egy nyilas alakulat behatolt ebbe az épületbe, és tűzharcot kezdeményezett az ellenállókkal. A házban működő úgynevezett Clotilde csoport fegyvereket rejtegetett, és üldözötteket látott el hamis személyazonossági iratokkal. Őket kívánták felszámolni. Több órán keresztül zajlott itt az összecsapás, és csak a késő esti órákban tudták felszámolni, több tucat halálos áldozattal, nem csak a bennrekedt ellenállók zöme, aki nem tudott átmenekülni a tetőkön más épületrészekbe, hanem például az itt lévő házmester, a házmesternek a felesége, a teljesen véletlenül itt tartózkodó rokonsága és számos ártatlan civilis áldozatul lett eset, illetve több nyilas is. A nyilas kormányzat nem ürítette ki a fővárost.
Budapest decemberre. Az országot megszálló németek, a velük együttműködő magyar egységek, illetve az oroszok küzdőterévé vált. A vártnál szívósabb német-magyar ellenállásba ütközött. Először a második ukrán fronttal próbálták ezt megoldani, ám végül csak a második és a harmadik ukrán front egységes összehangolt manővere hozott eredményt véres küzdelmek árán. A gyilkos harc majd 3 hónapon át tartott. 1944 karácsonyán, egészen pontosan 26-án az ostromgyűrű be is zárult Budapest körül. Innentől fogva gyakorlatilag városharc alakult ki, házról házra, tömbről tömbre, sok esetben emeletről emeletre. Ebben a pokolban majd 1 millió fővárosi civil lakos esett csapdába. Új évkor már mindenki óvóhelyre menekülve várta a sorsának beteljesülését. A budapestiek kevés készletük felélése után éheztek, fagyoskodtak és szomjaztak is. Megették a lótetemeket, még az állatkertbe is betörtek, hogy annak lakóit, az antilopokat, kengurukat húsukért leöljék. A gettóba zárt zsidóság szenvedése még a többi polgári lakosén is túltett. Az itt a Kressz Géza Emlékmúzeumban található korabeli esetnaplóikból értesülhetünk például az első Dunába lövésekből, ugyanis ők ezt részletesen leírták, hogy a kimentett személy milyen állapotban volt, csuromvizesen, lőtsérülésekkel hozták be. Ez alatt a röpke néhány hónap alatt 3-4 ezer embert lőttek a Dunába a nyilas pártszolgálatosok. A nyilasok gyilkosságait, embervadászatát a szovjetek kegyetlenkedései váltották fel. Budapest 1945. februárjára rom és roncstengerré vált. A 40 ezer fővárosi épületből alig néhány maradt sértetlen. Súlyosan rongálódott a házak negyede, 1500 pedig teljesen kiégett vagy összedőlt. 80 ezer támadó esettel, és még ennél is több német és magyar katona. A civil áldozatok száma megközelítette a 40 ezret. Máté Áronnal folytatjuk itt a stúdióban. Azért is nagyon kontrasztosak ezek a képek, mert ezelőtt az esemény sorozat előtt egy 3/4 évvel Magyarország még talán mondhatjuk, hogy a béke szigete volt Közép-Európában. 1944. március 19-e előtt mi volt Magyarország státusza, hogy fogalmazhatjuk meg? Nagyon, nagyon izgalmas kérdés, mert a tény az, hogy egy hadviselő fél volt a tengelyhatalmi szövetségben. Ugyanakkor teljesen egyértelmű volt, hogy a német birodalom az nem csak szövetségesként, hanem egy alávetendő, később elrendezendő, egy csatlós államként igyekszik tekinteni Magyarországra. Ettől függetlenül valóban a béke szigete volt, persze volt ugye régi bombázás, szovjetek is próbálkoztak ilyennel, angolszászok is, ők nem csak próbálkoztak, meg is csinálták, aztán 44-ben járt ez csúcsra. Egyetlen egy szót még ehhez, a budapesti középosztálybeli polgárság tulajdonképpen december 24-én szembesült azzal, hogy most aztán már tényleg házhoz jött a háború, amikor a kalauz bemondja a Szél Kálmán téren a villamoson, hogy nem tudja, hogy meddig közlekedik kifelé, ugye a Hűvösvölgy irányába, mert nem tudja, hogy hol vannak az oroszok. Miért nem lehetett Budapest olyan nyílt város, mint ahogy Róma vagy éppen Athén, ahol semmilyen pusztítás nem történt? Na most, hogyha összehasonlítjuk a kettő távolságát, a német birodalom központi magterületeitől, akkor ugye itt a földrajz egy elég kellemetlen, nemrég fogalmazott ugye a miniszterelnök úr, hogy a házszámát egyetlen ország sem tudja megválasztani, ez Magyarországra a 20. században sem is hatványozottan igaz. Másrészt azért sem, mert Budapest védte az utolsó természetes kőolaj, illetve bauxit vevő helyeket. Zalai és a Bakony, ugye? Igen, tehát és ezek nélkül képtelenség lett volna folytatniuk a háborút. Na hát 1944 karácsonyán minden esetre az ostromgyűrű bezárult Budapest körül. A magyar főváros sorsa ezzel nyugodtan mondhatjuk, hogy megpecsételődött.
A szovjet második és harmadik ukrán front 1944. december végén bekerítette Budapestet. A szovjetek támadásuk folytatását tervezték Bécs irányában, hogy megakadályozzák a magyar főváros felmentését. A németek eközben terveket dolgoztak ki, hogy a bekerítés csekély mélységét kihasználva áttörjék a budai ostromgyűrűt, és utánpótlást juttassanak be a védőknek a harc folytatásához. A Balatontól síkterepen, főleg páncélos erőkkel tervezett Paula hadművelet több menetidőt és üzemanyagot igényelt, mint a hegyvidéken át indítandó Konrád. A német hadvezetés így az utóbbi mellett döntött, amelynek célja a főváros elérése volt, és a szovjet erők megsemmisítése attól nyugatra. A Konrád hadműveletek idején az ország a szovjeteknek már csak mellékhadszíntér volt, ahol leköthették a keleti fronton lévő német páncélos erők felét. E harcokban a két ukrán front páncélosai olyan súlyos veszteségeket szenvedtek, hogy átmenetileg képtelenné váltak a támadásra. A felmentési kísérletek kudarcot vallottak, de a németek januárban a Dunántúlon átvették a hadműveleti kezdeményezést. Meg tudjuk azt nézni, hogy mi történik akkor, amikor az oroszok betörnek, a szovjetek mondjuk inkább így betörnek a városba? Tulajdonképpen elindul a helységharc, házról házra folyik a küzdelem, tehát ez nagyon szoros élet-halál harc, kis távolságból vívják. Különböző szerősebb területek, amelyek szükségrepülőtérként, vagy egyébként normál repülőtérként, Mátyásföld például szolgálnak, ezek különösen fontosak ugye a végi úton való utánpótlás szempontjából. Vannak aztán olyan tereptárgyak, mint például a lágymányosi vasúti töltés, ami gyakorlatilag az ostrom végéig bevehetetlen akadályt képez. A pályaudvarokért nagy harc folyik. Említsük meg a keleti pályaudvart, ahonnan ugye az ostromban résztvevő román egységeket kivonja a szovjet parancsnokság, nem csak azért, hogy ne kelljen osztozniuk a főváros elfoglalásának dicsőségében, hanem azért is, mert felmérik, hogy a román csapatok részvétele az megkeményíti a magyar honvédek ellenállását, teljesen érthető módon. Megjegyzem, a románokhoz kapcsolódik az a saját maguk által mai napig vallott tévhit, hogy ők rombolták volna le az Erzsébet hidat zuhanó bombázókkal, illetve az Árpád hidat, utóbbi ugye ekkor még el sem készült, tehát itt egy súlyos és valljuk be azért nevetséges félreértésről van szó. Na hát akkor nézzünk körül még a budai vár körül, a budai vár felszíne alatt húzódó barlang és pincerendszerben sebészeti szükségkórház is épült a civil lakosság és a katonák számára természetesen. Kassai Katalin kolléganőm pedig megnézte, hogyan is működött Budapest ostroma idején a híres föld alatti sziklakórház. ...1944. december 24-e. Anyám többféle apró süteményt sütött karácsonyra. Kimentünk a Láncidat őrző katonákhoz, és kiosztottuk nekik. Könnyes szemmel magyarázta. Az én fiam is katona. Délután volt az éjféli mise. Mindenki sietett haza, este 8-tól kijárási tilalom. Gyertyagyújtás, vacsora, hirtelen hatalmas robaj. Az első belövés éppen szent este. 52 nehéz nap következett a Várnegyedben, megkezdődött Budapest ostroma. És hogy milyen embert próbáló heteket kellett túlélni az itt élőknek, és milyen körülmények között kellett szolgálatot teljesíteni az orvosoknak és a nővéreknek, azt megtapasztalhatjuk a Sziklakórház Atombunker Múzeumban. A 30-as évek elején kezdték kiépíteni belőle a sziklakórházat, de nem csak az volt a célja, hogy a civil lakosságot mentsék, hanem ugyanúgy a katonák számára is épült ez. Akkoriban a belügyminisztérium és a kormányzat döntötte el, hogy lennie kell Budapesten belül, lehetőleg Budapestnek egy központi magja alatt, egy olyan épített kórháznak, ami légoltalmi célokat is figyelembe véve tudja megvédeni az ide bekerülő embereket. December 26-a. Bombáznak. Többszöri riasztás. Leköltöztünk az óvóhelyre a lakógyűlésen megbeszéltek szerint. Két személynek egy kemény heverő vagy összecsukható vaságy. Személyenként egy szék vagy sámli.
A többi holmit mindenki a saját pincéjében raktározza. Mosakodás a saját pincében. Mókás volt. Körülbelül 8-10 méter vastag sziklapaplan helyezkedik el itt a fejünk fölött. Ez már önmagában egy komoly védelmet ad. Az akkori légibombák ellen ez egy nagyon-nagyon nagy védőképességű objektum volt. Igazából a beszámolók alapján tudjuk, hogy komolyabb sérüléseket nem is szenvedett a világháború során. December 28-a. Van az óvóhelyen pár hónapos kisbaba. Egy egészen öreg nagypapa, akit mindig kitaszigál a felesége a kapu elé, ha pipára akar gyújtani. Itt van a házmesterünk, rendőr, orvosunk is van, egy idősebb szülészorvos. A többi különböző korú asszony, és vagyunk mi 10 gyerekek és fiatalok. Vagyunk vagy 60-an. Hogy lehet ezt majd kibírni? A Szikla Kórház nem volt önálló intézmény, hanem a Szent János Kórházat bízták meg az üzemeltetésével. Dr. Kovács István volt az igazgató, és mellette 15 orvos és 30 ápoló teljesített meg itt szolgálatot, ha jól tudom. Az ostrom alatt milyen szerepet töltött be a Szikla Kórház? A Szikla Kórháznak egyértelműen az volt a szerepe, hogy a első kerületben, illetve tágabb környezetében a sérülteket ellássa. A Várbástya Krisztinára lejtő oldalán van a Szikla Kórház. Benyúlik a hegybe. Nagyon sok a sebesült, ezért a járni tudókat szélnek eresztették. Egy asszonyt és egy lányt hoznak hozzánk. Milyen állapotok uralkodtak itt? Szörnyű állapotok, főleg a vége, az ostrom vége fele. Ugye a kórháznak már akkoriban 200 fő volt a befogadó képessége, amit igazából 60-ról növeltek fel 200-ra, úgyhogy emeletes ágyakat használtak, összetolták az ágyakat, tehát már így is zsúfoltnak minősült a kórház. Viszont a ostrom vége fele már tudjuk, hogy legalább 3-szor ennyien voltak, tehát több mint 600-an voltak itt bent a kórházban. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen állapotok voltak. Sajnos előfordult, főleg az ostrom vége fele, hogy már se áram nem volt, már az áramfejlesztésből is kifogyott az üzemanyag, és nem tudtak áramot termelni, illetve nem volt ivóvíz. Kevés a víz. A kis udvarról nem lehet havat olvasztani, mert törmelékes, üvegszilánkos. Napi adag, egy bögrényi. Egy korty reggel szájöblítésre, egy korty a tenyérbe, arcmosáshoz, egy-két korty reggelire, aztán egész napra beosztva a többit. Most pedig folytatjuk Bank Barbara történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával. Jó estét kívánok önnek is! Estét. Naplók az óvóhelyről, ez a címe a könyvnek, amit megjelentettek. 44-45-ös naplók, kifejezetten Budapest ostroma idejéből. A szenvedést próbáljuk meg leírni egy kicsit, ha leírható. Miről tanúskodnak ezek a naplók? Nagyon érdekesek ezek a naplók. 14 napló van ebben a kötetben. Főképpen olyanok, amelyek vagy részben jelentek meg, vagy egyáltalán nem jelentek meg még sehol soha. Attól függ, hogy ki milyen életkorban élte meg ezt az egész ostromot. A fiatalabbak azok megpróbálják az egészet kicsit játékosabban felfogni, úgymond gyerekek szerveznek egymásnak, illetve csapatokat szerveznek, és megpróbálnak az idősebbeken segíteni, megpróbálnak megoldani helyzeteket, amelyeket az idősebbek nem tudnak. Például a sparhetet lehozni az emeletről, és levinni a pincébe, az óvóhelyre. Vizet hozni, mert ugye nincsen víz, vízhiány van, bombázás van, az épületeknek a nagy része az teljesen szét van, teljesen romos, szét van bombázva. Az idősebbek pedig életben maradni, illetve ugye vannak olyan férfiak is, akik mint vezetők ott kell lenniük azoknak a menekülteknek, óvóhelyre menekült családoknak, embereknek az élén, ott kell állni, és megvédi őket többek között a szovjet katonaságnak a brutalitásaitól is, vagy attól, hogy elhurcolják őket. Ez vagy van, amikor sikeresen megtörténik, van, amikor meg lehetetlen. Most nézzük tovább Kassai Katalin felfedező útját a Föld alatti kórházban. Jó ideje, nincs már villany. Mécses körül imádkozzuk a rózsafűzért. Rázkódnak a pinceablakokra szerelt deszkák, rázkódnak a falak, mintha megindult volna minden. Remegve imádkozunk tovább, és aki eddig felvilágosultan állította, nincs Isten, az félve fordul felénk. Aki eddig hallgatott vagy gúnyolódott, most velünk együtt mondja a mi atyánkot. A műtétek hogy zajlottak ilyen körülmények között?
Hát nehézkesen nyilván. Az orvosok, ápolók nyilván mindent megtettek, amit tudtak, ez volt a kötelességük. Viszont gondoljunk bele, hogy például orvosság kötszer nélkül, antibiotikumok nélkül, fájdalomcsillapítók nélkül, hogy lehet elvégezni az embereknek a munkájukat, meg ivóvíz nélkül, ugye, hogy lehet esetleg operálni, hát szerintem sehogy sem. Például egy nagyon drasztikus példa, hogy úgy amputáltak tömegesen, hogy nem tudtak fájdalmat csillapítani. Például gázödéme is nagyon sokaknál föllépett. A tetvek sajnos átvették az uralmat az ember fölött. Nagyon nagy volt a halálozás. 1945. január. Egy seprőt nyomnak a kezembe, takarítsak. Nekiálltam. Véres papírvatta darabok. Jaj, nekem elfelejtettem, hogy a vértől felfordul a gyomrom. Ezért nem lehetek orvos. Nagy lélegzetet veszek, seprek tovább, de amit a lapátra kotrok, kéz új darabok. Hát ezt már nem bírom. Arra térek magamhoz, hogy a két fiú kivonszul a folyosóra, ott szídnak, mint a bokrot. Olvastam valahol, hogy konkrétan itt csaták is dúltak, tehát hogy a kórház sem volt egy szent épület, hanem ide is betörtek katonák. A végén volt, igen, amikor idézőjeles felszabadító csapatok, ugye, hát ez korán sem így volt nyilván, tehát az orosz csapatok, amikor ide már be tudtak jönni, vagy betörtek, akkor rémhírek terjedtek el utána lévő sajtóban, hogy felgyújtották a kórházat, ez nem volt igaz. Kevesen tudják, hogy több nemesi család sarja is dolgozott itt ápolónőként. A főnővér gróf Andrássy Ilona volt, de itt szolgált gróf Széchenyi Ilona és özvegy Horthy Istvánné is. 1945. január. Minden reggel van mise a templomban. Visszafelé jövet, kezdődik lassan a bombázás. Izgalmas. Kivilágosodáskor megyünk, és közösen. Az utcán kerülgetni kell az üveget, és rohanunk. De mi mást lehet csinálni a roham utcában? Megrettenve hallok lánctalp csikorgást. Fekete tömeg húz el mellettem karnyújtásnyira. Megállt a szívverésem. Ez egy tank. És ha eltapos, anyám soha se talált volna meg. Uram Istenem, kitüntetnéd időnként az őrangyalokat. A 2300 négyzetméteres sziklakórházat 1944. február 23-án nyitották meg. Budapest ostromakor és az 56-os forradalom idején működött kórházként. 2008 óta funkcionál múzeumként. Akik kirobbantják és levezénylik a háborúkat, voltak már a fronton? Végigéltek bombatámadásokat alig biztos óvóhelyeken? Gyóni Géza jut eszembe, az első világháború költője, aki a fronton harcolt és hadifogolyként halt meg. Versorokra emlékszem. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát. Úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Hitetlen gőgjében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Így kellene. Csak egy napra. Akkor talán sosem lenne háború. Megrendítőek ezek a szövegek, és nyilván megrendítő az időszak, amelyről beszélünk. Ezek a naplók, mindenkinek ajánljuk a figyelmébe a könyvet, de ezek a naplók, ezek nagyobb részt a budai oldalon készültek azért. Ennek mi az oka? Hát így kerültek be magába ebbe a kötetbe. Az egyik, a másik, hogy van a gyűjtésben olyan is, amit aukción vagy úgy vett meg Mihály Balázs, ugye ezt a könyvet hárman csináltuk, Mihály Balázs, Tóth Gábor és én, és nagyobb részt véletlenszerű úgy mond a dolog, amit eddig össze tudtunk gyűjteni, de következik a második kötete is, ami ebben nem fért bele, úgyhogy remélem, hogy ebben az évben még az is ki lesz adva. Igen, erre akartam pont rákérdezni, hogy honnan kerülnek elő szövegek? Hát azért eltelt azóta most már ennyi 70 esztendő, tehát azért honnan vannak még ezek a szövegek? Családi hagyatékok, vannak olyan örökösök, ugye, akit nem nagyon érdekel, hogy mi van a padláson, viszont vannak olyan gyűjtők, olyan megszállottak, akiket érdekel ez a téma, érdekelnek az emberek sorsai, és hát ez az úgymond több mint 100 nap, ami egy rendkívüli helyzetet adott Budapestnek, Budának és Pestnek is, és az a kitartás és a túlélésnek az ösztöne, amit az emberek, a civil lakosság úgymond túlélt,
mert túl kellett élnie, és itt teljesen mindegy, hogy melyik korosztályról beszélek, a fiataltól az idősebbekig. Hogy számolnak be a szovjetek bejöveteléről? Ez érdekes, ameddig a hírek nem jutnak el házról házra, az információk, addig nem nagyon sok a vélemény, vagy nem nagyon sokat tudnak róluk, de az első-második körben megtapasztalják azt, hogy a fosztogatásokat, azt, hogy hogyan bánnak a hadifogságba nemeshethetett németekkel, mert ugye kapásból lelövik őket, hiszen nem viszik magukkal, mert nem tudják vinni magukkal, mert az teher, meg kell mindent torolni, és ugyan visszajönnek. Tehát amikor már a harcok elülnek egyes helyeken, egyes kerületekbe, akkor visszamennek, és amit nem vittek el, addig azt elviszik. Nem vagyontárgyakat, utána az embereket. Ugye Paul Celan Asszony a fronton című könyvéből sok mindent ismerünk azzal kapcsolatban is, hogy az asszonyokkal hogy bántak. Ezekből a naplókból ez kiderül-e? Vannak célzásokra visszaemlékezés részletek is, hogy hogyan bántak velük, meg az is, hogy a férfiak hogyan védelmezik a nőket, hogyan dugják el őket, akár kislányokról van szó, akár a feleségükről, vagy idősebb nőkről. Itt maga azok, hogy hogyan temetik el azok a részletek fontosak azon, hogy hogyan temetnek el halottakat, hogyan találják meg őket, tehát elképesztő esetek, hogy 15-16 éves gyerekek elmennek vízért, és ugye fagy, hideg van, hó van, ropog alatta, és közben holttesteken taposnak, ameddig eljutnak ahhoz a csaphoz, ami nem egy méterre van a háztól, ami már nem is létezik, hiszen a földszintig be van omolva. Hogy a kráterekbe temetnek el embereket, mert a földjeges nem tudják megtenni ezt másképp, hogy valakinek csak a nyomait találják meg eltalált repesz bomba miatt. Tehát hogy ezt a kisgyerekek vagy a kisebbek, a fiatalok hogyan tudják feldolgozni. Nagyon-nagyon megrázó részletek vannak benne, és az összefogás, ami nagyon-nagyon működött. Szóval egyre többet tudunk meg ezekkel a naplókkal is a történelmünkről, és akkor várjuk a második részét, és hívjuk fel a nézőink figyelmét, hogy otthon ne dobják ki a régi írásokat, hanem legyenek kedvesek megnézni és odaadni egy történésznek majd. Ugye ezt jól gondolom? Igen, leveleket viszem, bármit, ami papír, bármit. No hát most pedig lássuk, hogy mi minden lesz még ma. Miniszter a frontvonalban. Egy 70 éve lappangó napló beszámolója a katlan háborúról. Kedves szovjet katonák és boldog felszabadulás, világháborús filmjeink harca a valóság ellen. Alternatív forgatókönyvek. Mi lett volna, ha Budapestet harc nélkül adjuk fel? Másként ér véget a második világháború? A memoár irodalomnál hagytuk abba az imént, és onnan is folytatjuk. Még mindig vannak ugyanis olyan írások, visszaemlékezések, amelyeket eddig nem fedeztek fel a kutatók. A Miniszter a frontvonalban című könyv is egy ilyen nemrég előkerült írást tartalmaz. Magyarul írok kockázatossá vált, s talán veszendő nyelven. Papírosra írok városok elhamvadásának idején. Józan eszem minden porcikája azt bizonygatja, hogy ebből a rettenetes kátyúból nincs számunkra menekvés. Írja Zsindei Ferenc naplójában, mely nemrégiben került elő, s melyben szerzője 1941. február 25-e és 1946. március 9-e között rögzíti a vele történteket napi rendszerességgel. Zsindei, aki a két háború közötti politikai elit tagja, több miniszter közeli munkatársa és barátja, majd 1943. márciusától egy éven át maga is miniszter, Budapesten élte át az ostrom időszakát is. Naplója a korszak páratlan dokumentuma, számtalan apró bennfentes történettel és pletykával, kiemelkedő kortársairól, így Teleki Párról vagy Horthy Miklósról.
miniszter a frontvonalban, erről a naplóról, jól gondolom? Most beszélgetünk Szekér Nóra történésztel, napló ez is, ugye? Igen, igen. Jó, hogy most kerül elő, ez is egy kérdés, bármintha Zsindely Ferenc talán titkosította volna a naplóját, vagy kikötött a felesége. Igen, hát ennek a naplónak nagyon kalandos története van, és igazából talán mondhatjuk azt is, hogy kicsit ilyen csoda, hogy megmaradt. Ő ugye a miniszterelnöki államtitkári pozícióban volt, amikor Teleki mellett, és a napló az Teleki halála előtt pár héttel kezdődik, és nagyon nagy energiákat fektetett abba, hogy ő minden nap, sokszor több oldalon keresztül a vele átélt élményeket lejegyezze. Ugye Tüdős Klára az ő felesége. Most nyugodtan fogalmazhatunk egy történelmi műsorban is, hogy nagyszerű emberről beszélünk. Igen. A felesége meddig tudta rejtegetni, vagy eldugni ezt a naplót a nyilvánosság elől, és hogy tette ezt? Az első, aki rejtegetni kezdte a naplót, az még Zsindely Ferenc volt. Hát a háborús bűnösök perének időszakába fejezte be a jegyzeteit, és utána a kertjükbe egy madáretetőbe elrejtette. És ők kitelepítési parancsot kaptak, el kellett menniük egyébként, az Istenhegyi úton volt a házuk, és akkor Tüdős Klára egy barátra bízta ezt a naplót, hogy amíg ők ki tudja, hogy fognak visszajutni Budapestre, addig őrizzék ezt a naplót. És egyébként, hogy ez mennyire veszélyes dolog volt, az is mutatja, egyébként K. Kovács Péter néprajztudós volt az, akit megkértek, hogy rejtegesse a naplót, hogy volt is házkutatás Kovács Péteréknek, de nem találták meg a naplót, és amikor a Zsindely Ferenc meghalt, és Tüdős Klára visszatért Budapestre, akkor utána a Sárospataki levéltárba helyezte el ezt a naplót, és azt kérte, hogy 2000-ig ez legyen titkosítva. Tehát ők már régen nem élnek nyilvánvalóan. Igen. Tehát Tüdős Klára is elment közülünk jó pár évtizede, és 2000-től ez már nyilvános volt és kutatható volt. Igen, igen. Az ostrom idején mi a helyzet velük? Ők is valahol bújdosnak gondolom. Igen, és hát ez külön érdekessége ennek a naplónak, hogy az ostrom alatt is nagyon mélyen átadja azt a feszültséget, amit az ostrom jelentett. És az Istenhegyi úton élik? Az Istenhegyi úti villájukban, és a különlegessége, hogy Tüdős Klára a német megszállás után, egyébként Zsindely Ferenc is lemond a német megszállás után, tehát 1944. március 19-én, mert ő egyébként a Kállai kormányban már miniszteri pozíciót töltött be, és Tüdős Klára, akkor a Református Nőszövetség elnökeként bekapcsolódik a zsidómentésbe. A Vörös Kereszt el is szoros kapcsolatban van a svéd nagykövetséggel is, és hát csecsemős anyáknak, üldözött csecsemős anyáknak hoz létre egy csecsemős és gyermekotthont, és utána a saját Istenhegyi úti villájukat is átalakítják gyerekmenhelyé, erdélyi menekült gyerekeket, zsidó gyerekeket, és hát illegális kommunista üldözötteket is befogadnak. Igazából mindenkit befogadnak, aki hozzájuk fordul, és aki befér még a házba, mert ugye ez is egy érdekes aspektus a naplónak, hogy nem tudnak mindenkin segíteni, tehát hogy ott van, ez sokszor előjön ez a probléma, hogy főleg az ostrom elkezdődik, és utána hát a nehéz helyzetbe került szomszédok is hozzájuk menekülnek, és muszáj néha nemet mondani, ami nagyon nehéz. Hát igen, de élelmezni kell azokat, akik ott vannak, és hát nem tudom, hogy élik meg azt, amikor a szovjetek bejönnek, nyilván ezt a villát is elfoglalják. Igen, mint mindent, és ugyanazt át kell élniük, amit hát Magyarországon nagyon sok mindenkinek, és úgy gondolom, hogy ez egy érdekessége a naplónak, hogy egy férfi szemmel követhetjük végig, hogy mit jelentett ez a ház urának, hogy végig kell néznie azt a szörnyűséget és azt a megaláztatást, amit a szovjetek elkövetnek. És van erről egy külön több ilyen hát tényleg nagyon megrázó eseménysor, amikor érzi az ember, hogy
ő mondjuk férfiként meg kéne védenie a házat, de akkor ott helyben főbe lövik. És akkor még jobban kiszolgáltatott helyzetbe kerül mindenki. Tehát ezek a nagyon-nagyon mély dilemmák, amikor az embernek a vérmérséklete, a tisztessége, a megaláztatásra adott válasza azt követelné, hogy nagyon indulatosan reagáljon, de azzal nagyobb veszélybe hoz mindenkit. Hát igen, ezek a dilemmák, az egyéni dilemmák 77 évvel ezelőtt, meg egyébként az ország dilemmái 77 évvel ezelőtt. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta. Kedves nézőink, a filmekből szeretnénk látni a korszakot, az ostromot és a szovjet csapatok mondjuk úgy felszabadító tevékenységét, kissé gondban vagyunk. Vissza kell ugyanis nyúlnunk egészen az 1950-es évekig, vagy megnézhetjük, hogyan látták önmagukat a szovjet hódítók. Itt gyerekek vannak, öregek. Budapesti tavasz című film 1955-ben készült, Karinthy Ferenc regényéből, Deák Sárosi László filmesztétával beszélgetünk egy kicsit róla. Hát ugye a képek azok magukért beszéltek tulajdonképpen. Most már csak ironikusan kérdezem, a valóságot mutatták-e be ezek a képek? Hát messze nem ezt a valóságot mutatták be, hiszen ezt nagyon kevés ember lehetett az olyan, aki 45-ben ezt valóban felszabadulásként, felszabadításként érzékelte, és ezek az apró jelenetek, mint ahogy most is láttuk, hogy milyen barátságos volt ez a szovjet katona, hát ez messze nem fedi a valóságot ahhoz képest, hogy földig rombolták ugye az országot, Budapestet, és Budapest házainak kétharmada rombolódott le az ostrom során, hány nőt megerőszakoltak, stb. Én egy másik jelenetet emelnék ki ebből a filmből, amikor a barátságos szovjet katona ott megszólítja a katona zenekart, hogy music, vagy musica, valamilyen zenét játszanak, és a katonazenekar vezetője, hát elgondolkodna, mit játszhatna, hát a mi himnusz nem játszhatjuk, mert Isten szó van benne van az Isten, és akkor eljátszák a Hunyadi indulót, hát ez az egyik magyar ellenesebb kifutása a filmnek, tehát hogy az öncenzúra, hogy mi nem is, még azt sem gondolhatjuk, hogy most ebben a rossz helyzetben az Isten megsegít. Muzika! Na, muzika! Na, kata, nyelv! Szabad te magyar! Na, muzika! Na. Mióta mondom, hogy tanuljuk meg az internacionálé. Játsszuk el a himnuszt! Nem lehet. Még baj lehet belőle. Istennel kezdődik. A Hunyadi indulót. Van
van-e olyan része a filmnek, ami azért figyelemre méltó, mondjuk az ostrom jelenetek például azok-e, vagy azok is tévedésekkel teliek? Hát azok is többnyire csúsztatásokkal, és hát az, a filmnek az alapkoncepciója, illetve a regénynek az elég furcsa, tehát hogy két főszereplő van, mind a kettően dezertőrök, katonaszökevények, hát ki az, aki nem tud azonosulni a hazájával, még akkor is, hogyha háborús helyzet van. Nekem is voltak olyan időszakok az életemben, hogy nem háborús helyzet, de azért volt közeli, háborús helyzet közeli is, ugye a temesvári forradalom, és még sorolhatnám, hogy ne tekinthetném a Magyarországot ugye hazának. No, de vannak orosz filmek is. Az orosz filmek azok Magyarországról is szólnak, vagy általában csak Közép-Európa, hát ők nyilván így mondják, hogy felszabadításáról szólnak, mi az elfoglalását mondanánk inkább. Igen, vannak, és rengeteg orosz film készült, és szovjet film a második világháborúról, és természetesen ők áldozatnak tekintik magukat, és győzedelmes. Van egy ötrészes filmsorozat is, ugye? Igen, az nagyon érdekes, hogy én azt láttam gyerekkoromban, mert ugye 5-10 évenként ezeket levetítették, ezeket a filmsorozatokat, és kockára emlékeztem most, hogy újra néztem, még a nevek is beugrottak, tehát a Hitler elleni merényletnek a kitervelője, a Stauffenberg ezre. Vagy a Szerjózsa, a nagyon rokonszenves kapitány az oroszok közül. Tehát én úgy gondolom, hogy az oroszok, illetve az amerikaiak kétszer nyerték meg a második világháborút, a másodszorra ezekkel a filmekkel, mert ez egy kiváló film egyébként, a csúsztatásával együtt, azzal nem értek egyet, de az ők szempontjukból ez egy nagyon professzionálisan elkészített film. 30 kilométer. No, hát akkor mindenesetre maradjunk abban, hogy érdemes filmeket készítenünk, remélem, hogy el is készülnek majd ezek a filmek, jó lenne, hogyha a közvéleményt ezzel is tudnánk tájékoztatni, nem csak az ilyen hasonló műsorokkal, mint ahogy most csinálunk, köszönöm, hogy ezt elmondta. Kedves nézőink, most visszatérünk a valósághoz, és megnézzük, hogy katonai szempontból mi is történt 1945. februárjában, a kitörés napjaiban a fővárosban. December végén a szovjet csapatok nyugat felől sikertelenül próbálták elfoglalni Budát, majd a januári felmentési kísérletek elhárítása minden Dunántúli erejüket lekötötte. Pesten a szovjet-román csapatok a sugárutak mentén haladva igyekeztek a védők arcvonalát részekre szakítani, és a kisebb csoportokat megsemmisíteni. A tüzelőállásokat a helyiségek belsejében alakították ki, átlós lőirányjal. Betöréskor ellenlökést indítottak páncélosaikkal. A harc az utcákon, az épületekben és a pincékben is tombolt. A legnagyobb károkat a vár környéke és a belváros szenvedte el. Itt a házak több mint 70%-a sérült vagy semmisült meg. Február elejére az utánpótlási helyzet katasztrofálissá vált. Csak a levágott lovak húsa maradt tápláléknak. A várba a Gellért és Naphegyre visszaszorult védők egy része február 11-én este Hitler tiltó parancsa ellenére kitörési kísérletet hajtott végre, de csak alig 800 fő érte el a német arcvonalat. Máté Áron történésszel folytatjuk újra. Ja, arról már beszéltünk, hogy Hitler Budapestet erőddé nyilvánította, tehát kitörni sem szabadott volna, utolsó töltényig védeni kell. Mégis kitörtek, miért? Gyakorlatilag február első hetének végére, nyugodtan mondhatjuk így, egy olyan helyzet állt elő, hogy egy nagyon szűk területre szorultak össze a tengelyhatalmi védő erők. Ez a vár környéke nagyjából? Gyakorlatilag a vár, Naphegy környéke még, ott ugye a vár előtti, a vár szoknyája, hogy így mondjuk, illetve még a Gellért tér környéke, tehát még azon a részen is, és egyszerűen tarthatatlanná vált a város, élelem, őszer, üzemanyag,
gyakorlatilag nullán volt. Úgyhogy nagyon más választásuk nem volt, mint az, hogy vagy megadják magukat, vagy egyszerűen elővik az utolsó őszert, és akkor lemészárolják őket, vagy megpróbálják a lehetetlent, és kitörnek az ostromgyűrűből. Megjegyzem, a parancs ellenére, tehát Hitlernek ugye a Götter Dammerung igézetében neki egy ilyen tűzáldozat kellett volna Budapesten is. A magyar katonák hogy viselkedtek ebben a helyzetben? Ugye ebben az időben már mindkét oldalon vannak magyar katonák, azt hiszem talán már a szovjetekhez átállt egységekről is tudhatunk, vagy katonákról is tudhatunk. Azok, akik a kitörésnél lévő németek oldalán maradtak, azok hogy viselkedtek ebben a helyzetben? Igen, tehát azért összehasonlítva a két létszámot, a német oldalon jóval többen vannak. Igaz, harcolni már úgy annyira nem, csak egyes pontokon. A budai önkéntes századok, később ugye önkéntes ezreddé összevonják, ők azért csak részben voltak önkéntesek, mert kaptak egy választási lehetőséget, hogy hadifogság vagy harcolhatnak. Ők inkább közülük sokan arra szavaztak, hogy hát akkor már inkább fegyverre a kézben, az talán nagyobb a túlélési esély. Később őket is a jászberényi hadifogolytáborból, a nagy részüket elhurcolták a szovjetek álnok módon. Ugyanakkor nem becsülném alá a jelentőségét annak, hogy voltak a győztes oldalon is magyar katonák. És itt álljunk meg csak tényleg egy pillanatra, tehát ne legyen kétség, hogyha mondjuk az ember arról olvas, hogy az egyetemista rohamzászló alja 12. kerületben, vagy a 2. kerület alján hogyan veri vissza a szovjetek támadása, hogy tényleg vitézül, találékonyan, vagány gyerekek módjára, vagy mondjuk a Margit-szigeti Magyar Honvéd kommandós vállalkozás az aknavetőket megsemmisíti. Tehát nem is kérdés, hogy kifelé hajlik az ember szíve. A másik oldalon pedig, amikor mondjuk azt nézzük, hogy egyes ellenálló csoportok, mondjuk az ugrói kiskások, itt ugye két ilyen alakulat is volt, ellenálló csoport, nem kommunisták, próbálják megnyitni a frontot, akkor meg az ember szíve szerint úgy nekik drukkol, hogy sikerüljön már megnyitni a frontot, és legyen vége ennek az egésznek. Tehát ez egy borzasztó malomkő, a magyar honvédek becsülettel próbáltak helytállni ebben a pokoli helyzetben. Kik a hősök ebben a történetben? Hősök-e, akik a kitörésben részt vettek? Hősök-e, akik ellenálltak? Hősök-e azok, akik már a másik oldalon harcoltak? Szerintem két kérdést tisztázzunk. Egyrészt a náci német birodalom hadigépezete kapcsán van egy nagyon komoly mítosz. És valóban itt elképesztő, kiemelkedő egyéni bátorsággal, jártassággal kiemelkedő fanatikus harcosok voltak, ászok. Ez tény. De azért az elsőprő többség ott is, hát ők is emberek voltak. És nem egyszer volt az, hogy a sokat mitizált, felmagasztalt náci hadigépezet összeomlik, és pánikszerűen fejvesztve menekülnek. Na most, amikor el akarnak jönni Budapestről kitörni, azért van egy kis pánikszerűség is az egészben, mert nem akarnak szovjet fogságba kerülni. Ez ugye meg a szovjetek sora, hogy hát ők tudták, hogy mit jelent a szovjet hadifogság, pláne ugye a Waffen-SS alakulatokról van szó. Hát meg mi is tudtuk, a tanácsköztársaság idején volt tapasztalatunk. Természetesen kipróbáltuk. Tehát ez egyik kérdés, hogy ez a kitörés tényleg egy olyan hősies történet lett volna, pánikszerű menekülésé fajult, mondjuk így, a szovjetek brutális vadállati módon gyilkolták le és vadáztak azokra, akiknek sikerült. A másik kérdés, kinek a hősei? Én erre azt szeretném mondani, hogy minden nemzet emlékezzen a saját katonáira, a saját elesettjeire, saját hősi halottaira, a saját hőseire. Sem a németek, sem a szovjetek, ők nem a magyarok hősei, nem a mi hőseink. És hát ugye nyilván meg kell emlékeznünk azokról a civilekről, akik hősiesen élték az életüket itt a városban. Na most mi lett volna, ha egy kicsit foglalkozunk ezzel így az adás végén, mi lett volna, ha sikerül a kiugrás, és 1944. október közepén Horthy a magyar hadsereget átállítja a szovjet oldalra, megmenekülhetett volna Magyarország, másképp fejeztük volna be a háborút, milyen lenne Észak-Erdély, meg a Felvidék egy része?
Én azt gondolom, hogy itt területi kérdésben egyedül Románia felé volt valami kis mozgástér, meglepő módon Ausztria felé, ez föl sem merült, pedig logikus lett volna. Ugye Csehszlovákia az önmagát győztesként adta el, Jugoszláviáról ugye nincs mit beszélni, hát a partizán háború, Tito marsal és a többi történet. Kárpátaljára a szovjetek tették rá a kezüket, maradna tehát Észak-Erdély. Én azt gondolom, hogy területi szempontból sem biztos, hogy lett volna változás. A szovjetek számára az volt a stratégia, hogy a románokat Bészarábia elvesztése miatt Észak-Erdély visszaadásával kompenzálják. Mégis lett volna értelme, mert nem is csak azért, mert hát több százezer ember menekül meg és marad életben, az anyagi pusztulásra nem is beszélve, hanem azért, mert Magyarország nem az utolsó csatlós. Ami egyébként egy igaztalan és hamis vád, mert azért ott voltak ugye a horvát usztasák a szlovákoktól a Tiso féle rezsimből. Meg hát előtte meg vonakodó szövetségesek igen, voltunk. Igen, persze, tudom, csak ennek akkor igen. Semmilyen alapja nem lenne, és hát hogy úgy mondjam, az állandó nemzetközi emlékezeti idézőjelben vett becsületbíróság előtt hát nem lenne egy-egy támadható pont. És mondjuk ekkor Budapest pusztulása, mondhatjuk így nyugodtan, hiszen a sebeket most tüntetjük el a 21. században a várból például, Budapest pusztulása is elkerülhető lehetett volna esetleg. Természetesen. Ezen a módon és másként nem nagyon. Ha a németek kezében vagyunk, onnan már nem. Onnan már egyáltalán nem, ez nekik ugye az utolsó védővonal volt, Forfeld, birodalmi előtér. Megjegyzem, ott 1944 márciusának környékén is talán még lett volna valami keresnivaló, de hát ezen a történészek és a levéltárosok még nagyon sokáig fognak vitatkozni. Meg mi is feltesszük néha ezt a kérdést önöknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk. Jövő héten a V4-ek történetét mutatjuk be, egészen az 1335-ös visegrádi király találkozótól. Három-négy hétig tartott maga ez a királytalálkozó, ami rengeteg ünnepséggel, lovagi tornával és természetesen komoly tárgyalásokkal együtt telt. Kedves nézőink, önök az M5 históriát látták. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is. Műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is természetesen. Viszontlátásra!